ahhoz, hogy én minden nap a magam feladataira rátaláljak, és pont azt csináljam meg, ami a legfontosabb, azért én mindig valahogyan kérek segítséget. Na de ez az egész hozzátartozik az én szellemi kultúrámhoz, ami, ahogy én élek, gondolkodom a világról, mert én nagyon megtanultam, és a pályám is segített, hogy pont olyan módszerek felé vezetett el, amik segítik az embernek az introspektív, befelé irányuló önvizsgálati munkáját. És mivel az a rögeszmém, ahogy mondjam már így, mert ugye sokszor elmondom, de hát én ezt így hiszem, hogy mi egy extravertált kultúrában élünk. Egy olyanban, ami ráadásul az extraverzióhoz illenék egy nagyon komoly, hogy is mondjam, ellensúly, egy balagyféltekés objektivitás. Most mi ezt úgy csináljuk általában, hogy a tudomány bűvöletében, ez egy ilyen balagyféltekés, ugye a szikár, a tiszta tudomány, az absztrakció, a tények, az adatok, és itt tehát van egy tudományos kultusz, miközben van egy jobb agyféltekés kivilágra irányul, és lassan ugye a Marsra is eljutunk, és hova nem jutunk el a belvilágunkhoz. Tehát hol van a probléma? Hogy egy kiegyenlítődési zavar van a kultúrában. Túlságosan kifele futkosunk, ha meg kell kérdezni a világról, hogy mi van körülöttünk, akkor nem először magunkat kérdezzük, hogy hogy vagyok én ezzel, pedig ez a létezés alapkérdése. Bármivel hogy vagyunk? Hát a világ jelentés. Mit jelent neked ez például? Hát ez a növényke azt jelenti, hogy nagyon növényszerető vagyok, de van olyan, aki kiűzi a lakásából a növényeket, mert zavarja. Na, a világ jelentés. Ugyanaz a dolog, hiába ugyanaz a neve, egész mást jelent. Most ugye, ha nincs önvizsgálat, ha nincs egy kiegyenlítő belső út, egy belső elmerülés, akkor ez az egyensúly hát nagyon-nagyon nehéz. Miért? Mert akkor mindig más fogja megmondani, hogy te ez az, és az én okos agyam rá fog majd bégetni, igen, ez úgy van, másoknak az ítéleteit fogadom el, másoknak a világról alkotott véleményét teszem a sajátom helyébe. Hát előbb meg kell kérdezni, hogy én hogy vagyok ezzel? És ha már rájöttem, ha már béke van bennem, kiegyenlítés, és tudom. Nekem ez a növény akkor is fontos, ha neked nem, vagy még sokaknak nem, de tisztelem azokat, akik más véleményen vannak. Na most ez talán így Dióhéjban nagyon nehéz elmondani, ez egy világszemlélet. Most engem ugye hitben neveltek, és eleve a vallási kultúra ad a gyereknek egy olyan korai elindító hatást, hogy befele is vizsgálódjon. Szóval azért az, amikor a gyereket esti imára tanítjuk, akkor lényegében megnyitjuk az utat egy olyan ismeretlen felé, ami se neked, se nekem nincs megválaszolva, hol van ő-e, vagy az, vagy ki, vagy mi, de van egy magasabb dimenzió. Vagyis nekünk van egy spirituális utunk is, mert az ember bio, pszichoszociális és spirituális lény. Vagyis, hogy nem mondjuk már, hogy örökhöz kötötten vagyunk test, és azzal összefüggésben a personális tengelyen, a létezés időtengelyén előre haladó életű lények, hanem mi tartozunk az univerzumhoz is. Mert akár akarjuk, akár nem világpolgárok vagyunk, ennek az univerzumnak vagyunk a polgárai. Hogy? Nincs is kapcsolatom vele? Hát akármit nem ismerek még egyelőre róla, ez egy táguló tudásanyag, táguló világegyetem, majd megismerek még többet. De azért azt a szellemi köldöksinort, ami engem összeköt téged is, meg mindnyájunkat, egy ismeretlennel, egy láthatat, egy magasabb régióval, hisz te se tudod, mi van a Marson, meg a Hold másik oldalán, bár állítólag a kínaiak már odaértek. Szóval egy csomó mindent nem tudunk, de esély van rá, hogy majd megismerjük.